ez a látogatás is abban erősített meg, hogy a béke ügyét minél erőteljesebben kell képviselni a nemzetközi politikában. Meg kell sokszorozni az erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy Ukrajnában az emberek végre békében, nyugodtan élhessenek. Hétfőn az Ungvárhoz közeli Verhovina Hotelben tartották Szijjártó Péter, magyar külgazdaság és külügyminiszter, ukrán hivatali kollégája Dmytro Kuleba és Andrij Jermak, az elnöki iroda vezetőjének közös sajtótájékoztatóját. Mi podyakovali Ugorщині za гуманітарну допомогу. Elsőként az ukrán külügyminiszter szólalt fel, és mondott köszönetet a magyar félnek az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítségért. Dmytro Kuleba elárulta, a találkozón szó esett Ukrajna-Euróatlanti integrációjáról, hozzátéve, hogy egy EU tag Ukrajna felelne meg leginkább Magyarország érdekeinek. A felek egyeztettek továbbá a határon átnyúló infrastruktúrális fejlesztésekről, valamint Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök találkozójáról is. Dmytro Kuleba kitért a kisebbségi törvénnyel kapcsolatos kérdésekre is, mely szerinte egy nagyon régi történet, amit szeretnének jó lelkiismerettel szabályozni. Elmondta, a Szijjártó Péterrel folytatott beszélgetésüket nyitottság, konstruktivitás és őszinteség jellemezte. Kijelentette, nincs olyan kérdés, amit ne lehetne megoldani párbeszéd révén. Abban bíznak, hogy az EU-tagság felé megnyitja az utat az oktatási törvény, amely a 2017 előtti állapotokat állítja vissza. Úgy véli, ezzel jó döntést hoztak, mivel ezt a kárpátaljai magyarok is pozitívan fogadták. Az ukrán külügyminiszter leszögezte, vannak pontosítandó részletek, ezeket a felek párbeszéd keretében meg fogják vitatni. Ennek érdekében létrehoztak egy operatív munkacsoportot, amelynek 10 napja lesz arra, hogy javaslatokat tegyen a kisebbségi kérdések végérvényes megoldására. Örülök, hogy ma sor kerülhetett erre az átfogó és mély témákat érintő tárgyalásra. Szijjártó Péter felszólalásának kezdetén köszönetet mondott vendéglátóinak a szívélyes fogadtatásért. Méltatta Viktor Mikita kormányzó erőfeszítéseit a nemzetiségi béke megőrzéséért itt, Kárpátalján. Ukrajnában, a mi szomszédunkban lassan 2 esztendeje zajlik a háború. Az elmúlt 2 esztendőben Magyarország álláspontja következetes és világos volt. Mi kiállunk Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett. A háborút elítéljük, és azt szeretnénk, hogyha a szomszédunkban minél előbb béke lenne. A külgazdaság és külügyminiszter a magyar nemzeti kisebbséget érintő jogszűkítő intézkedések kapcsán megjegyezte, ezek fokozatosan jelentek meg, és vitát gerjesztettek Ukrajna és Magyarország között. Hozzátette, a tavaly decemberben hozott ukrajnai törvény tiszteletet érdemel, mert megállított egy 8 éve tartó folyamatot. Ugyanakkor nekünk van egy kérésünk, talán nem túlzás és nem veszik tiszteletlenségnek a kollégák, ha az elvárás szót használom ebben a kontextusban, amely arra vonatkozik, hogy a 2015-ben már létezett jogaikat a magyar nemzeti közösség tagjai kapják vissza. Tehát azt szeretném itt és most is aláhúzni, hogy Magyarország nem kér extrát, nem kérünk többet, mint ami már volt. Azt kérjük, hogy a kárpátaljai magyar nemzeti közösség azokat a jókat kapja vissza, amelyekkel 2015-ben már rendelkezett. Ahogy Dmytro is mondta, ennek megfelelően a mai napon 11 pontban összegeztük magyar kéréseket. Köztük például a nemzetiségi iskolai jogállás helyreállítását, a magyar nyelven tett érettségi lehetőségének újra megteremtését, és a magyar nyelv korlátozásmentes használatát a felsőoktatásban, kultúrában, közigazgatásban és a közösségi élet terében. Szijjártó Péter fontosnak nevezte,
hogy közös, határon átnyúló infrastruktúrális fejlesztések tekintetében is tudtak pozitív eredményeket elérni. Egy karnyújtásnyira vannak attól, hogy megnyissák a Nagyhódos Nagypalát határátkelőt, és egy új Tiszahíd építéséről is megállapodtak. Є зацікавленість проведення зустрічі на рівні прем'єр-міністра і президента Угорщини і президента України. Андрій Єрмак, az elnöki hivatal vezetője, kifejtette. Érdekeltek abban, hogy a magyar miniszterelnök és az ukrán elnök találkozzon. Ennek megvalósulásához a mostani tanácskozás nagy lépés volt. Az ukrán elnöki hivatal vezetője szerint az eszmecsere új fejezetet nyithat a két ország kapcsolatában. Andrii Jerma kiemelte, hisz abban, hogy Magyarország hozzájárulása békéhez az az alap lesz, amelyre építeni lehet a két ország viszonyát.